ezért az, aki szereti a mesekönyveket is. Lelkesen jelentkeznek a negyedikesek. Most nem tanúra keretében szorgalmasak ennyire, interaktív könyvbemutatóra várták őket a Hévízi Városi Könyvtárba. Víg Balázs író legújabb kötetét ismertette a nebulókkal. A Todó kitálal a suliról, nem csak alsósoknak című könyv az iskolás évek problémáit járja körül. Részletesen beszél a beilleszkedési nehézségekről, a tanárokhoz való viszonyokról, vagy a barátkozásról. Az olvasmány elsősorban gyerekeknek szól, de a felnőttek is könnyen átérezhetik a leírt kellemetlenségeket. Próbáltam olyan történeteket, olyan epizódokat beleírni, ami mondjuk a felnőtteknek is ismerős lehet a saját gyerekkorukból, tehát egy ilyen nem igazán korhoz kötött probléma, viszont a mai gyerekeket megszólítani, olyan dolgokat is belecsempészni, ami kifejezetten az ő korosztályuk problémája. A mi gyerekkorunkban a szülőknek még nem kellett azzal foglalkozni, hogy legyen-e okos telefonunk, vagy ne legyen, azt lehet-e iskolába vinni, vagy nem. Sokkal jobban tudtak minket ellenőrizni a mai gyerekeknek, ez nem jellemző, újfajta problémák, ezért remélem, hogy a gyerekeknek is vicces, érdekes, ismerős lesz, de talán a szülők figyelmét is fel tudom arra hívni, hogy hoppá, erre és erre érdemes odafigyelni a gyerekekkel kapcsolatban. Nekem anyukám egy listára kiírta, hogy mi az esti feladataim, például be kell pakolni, meg ceruzákat hegyezni, meg hogy percekig ellenőrizzem a táskámat, ha mindennel kész vagyok, meg ilyenek. Ne öltes! Mit kell azon percekig ellenőrizni? Hát amit beleraktam. De ne félj, összegyűltem ám a listát. Tényleg? Jó tetted. A szerző olyan témákat boncolgat, melyek mindenki életében előfordulnak, de általában tabuként kezelik őket. A fiatal szerzőnek nem ez az első ilyen típusú könyve. A korábban megjelent Todó kitállal az Oviról nem csak óvodásoknak nagy sikert aratott már az olvasók körében. A visszajelzések alapján a könyv többször segített már szülőknek és gyerekeknek egyaránt, akik a leírtak alapján tudták az oktatási intézményekben megélt esetleges gondokat megbeszélni. A tervek szerint a sorozat jövőre folytatódik.